Folyamatosan halad a forgalom a Tisza hídon. Az elmúlt másfél évben nem ez volt a megszokott látvány Tokajnál. Az erre közlekedők szerencsésebb esetben 10-15 percet, olykor azonban akár egy órát is vesztegeltek itt. A tavaly nyáron elkezdett jelentősebb felújítási munkálatok az erre járó autósok és a helyiek nagy örömére befejeződtek a múlt héten. Ez a másfél év, ez nagyon sok olyan problémát és olyan korlátozással járt, ami azt gondolom, hogy számomra is ezt megélni, úgy, mint bennülve autóba várakozni, ez egy nagy kihívás volt, és azt kell mondjam, hogy tényleg egy nagyon boldog nap, és ez egy nagyon szép karácsony ajándék a tokaiaknak, és itt szeretném megköszönni a türelmüket, akik nagyon türelmesek voltak ebben a másfél évben, és büszke vagyok a tokaiakra, hogy ezt ilyen jól tűrték. Az eredeti tervek szerint kizárólag a közlekedés biztonságának javítására lett volna szükség. A munkálatok kezdetén azonban kiderült, a híd szerkezete rosszabb állapotban van a vártnál, így komolyabb fejlesztés valósult meg. Így megújult a pályalemez, megújultak a híd pillérek, hiszen ezek a szélesítések, amiket a gyalogos és a kerékpáros közlekedés biztosítására megtettünk, ez úgy volt lehetséges, hogy a híd pilléreket szélesítettük, ezekre tudtuk ráépíteni ezeket a konzolokat, és tulajdonképpen ezzel a részleges pályalemezbontással, a teljes szigetelési munka elvégzésével gyakorlatilag egy minőségi létesítményt hoztunk létre. Minnai Győző országgyűlési képviselő arról beszélt, a híd felújítása idegenforgalmi szempontból is jelentős. Nyíregyháza és Tokaj térségét kiemelt turisztikai övezetté nyilvánították, így a beruházás irányt adhat az újabb fejlesztéseknek, a kerékpárosok elkülönítése pedig tovább növelheti a biciklis forgalmat a Zemplén felé. Az emberek azt várják tőlünk, hogyha turisztikailag fejlesztünk, attrakciók vannak, akkor az infrastruktúra is fejlődjön. Nagyon megérett már ez, és nem beszélve arról, hogy a kerékpáros konzol is hiányzott, most átvezetik a hídon a kerékpáros forgalmat, ez azt jelenti, hogy a 4 éve átadott, 2017-ben átadott Nyíregyháza és Tokaj kerékpáros hálózat, ami nagyon népszerű és nagyon sokan használják, az folytatódhat, akár Bodrogkeresztúr irányába, akár a körforgalomnál látjuk, akár jobbra Bodrogkeresztúr irányába, vagy balra Tarcal és Szerencs irányába. A híd több mint 1,5 milliárd forint értékű felújításával a forgalom tehát már zavartalan. A tervek azonban már megszülettek egy újabb híd megépítésére. Erre azért van szükség, hogy a teherforgalmat elkülönítsék a személyautók forgalmától. Jelen pillanatban a NIF ZRT-nél előkészítés alatt van egy olyan közbeszerzés, amit hamarosan ki fognak írni, ami arról szól, hogy ettől a hídtól kicsit délebre egy új hídnak a tanulmányterve, illetve a környezetvédelmi hatástanulmányát kezdik el előkészíteni, ami az első lépés annak érdekében, hogy hosszú távon egy új híd épüljön, és nem csak a híd, hanem ahhoz kapcsolódóan az az infrastruktúra, ami majd elkerüli Tokajnak a belvárosát. Az Erzsébet királyné Tisza híd felújítása mellett szélesítették és újra aszfaltozták a tokai oldalon lévő körforgalmat. A híd rakamazi oldalán pedig megépült a kerékpárút hiányzó rövid szakasza is.